Szevasztok srácok, ez itt a Greenlight, ez pedig a Warriors of Darkness privát WoW szerveres videó. Már régen nem jelentkeztem WoW-os videóval, úgy gondoltam itt az ideje. Nekiültem, felvettem egy kis fejlődős részt, úgyis ezzel a warrockkal döntöttem el, hogy kiszintezem ezen a szerverem maximum szintre, és aránylag nézem, hogy milyen idő alatt sikerül. Természetesen azért vágásokat eszközlök a videóba, mert azért enélkül eléggé dugunalmas lenne az egész. Így hát nézzük. Most elméletileg el kell jutnom Hinterlandsbe, hiszen az adott szint megköveteli. Kénytelen vagyok most ott fejlődni. Bár azért az egy elég jó kis hely, szeretek ott szintezni. Szerintem 3 vagy 4 questet megcsinálok, és el is érem a 40. szintet. Csak ahhoz át kell érnünk ez a hosszú alagúton. Mostanában eléggé hanyagoltam a WoW-ot, nem volt igazán idő rá. Berdivel megtaláltuk a Kerbal Space Program nevezetű játékot. Azzal variálgattunk elég sokat. Egész kellemes kis game, ajánlom mindenkinek. Nem túl stresszes, elég nyugodt. A WoW-val ellentétben, bár azért hozzá kell tennem, hogy eddig amennyit ezzel a karakterrel játszottam a jelenlegi Warriors of Darkness-em, úgy, ahogy meg vagyok vele elégedve. Mint úgy fanszerverből, mint úgy emberiességből is. Tehát így nem nagyon találkoztam még faszkalap játékossal. Nem nagyon baszogatott még senki. Természetesen más interakció volt, olyan közös fejlődésre való felhívás, de ezeket most szépen kiszkippelgetem, mert videózáshoz ez most nem releváns. Csak is gyors és egyszerű fejlődés. Bár túlságosan nagy kihívást már ez a szerver nem tud nyújtani. Ettől függetlenül jó esik visszanézni, néha fanolgatni egy kicsit. Ezeket a questeket, amit most fölveszek, ezeket kifejezetten szeretem. Legalábbis ez a griffmadár etetés lóról, ez nagyon bejön. Ezek ilyen változatosak, mert nem az a szokás, öld meg ezt, öld meg azt. Bár a második quest, amit felvettem, az sajnos az. Ez a farkasokra kell vadászni, akik gondolom az alaptörténet szerint a griff madarak békéit bolygatják. Igen, eléggé be van népesülve farkassal, tehát hát ma be is rántott egy, vagy való. Igen. Pedig ez többnyire a kompanióra igaz, az szokott behúzgálni mindent. Na például az SV-torban a Star Wars-os MMORPG-ben ilyen nincs. Akárhányszor sétálgattunk instába, fejlődős zónába, vagy bármilyen más helyen, egyszer se rántotta be a kompanion egyetlen egy ártalmas mobot sem. Kivéve a WoW-ot, de a WoW-ot azt így szeretjük. Igen, eszembe jutott már a karakternek a problémái. Hiszen a gírt nem nagyon dobott. Tehát csinálgattam questeket, ölögettem mobokat tucat számra. Viszont normális chestem még mindig nincsen. Lassan 40. szintű lesz ez a kibaszott karakter, és még mindig az alap teszkús fejlő, tehát ez az alap ingyenes ruhában valamit adott a játék elején. Nem sok farkas kell már.
azt hiszem maximum egy játékos láthattam ebbe a régióba. Hál' Istennek ő is allianszos. Hordással még mindig nem találkoztam. De nem is baj, nem hiányoznak igazából. Nem rossz DPS-t ad ez a Void Walker. Ahhoz képest, hogy Afflictionre van talentolva. Bár azért a rossz DPS-ünket beszámíthatjuk a chest hiányába is. Hogyha Casterrel játszok, az többnyire sötét pap szokott lenni, vagy mage, de inkább a sötét pappal is ezeket a dotolgatást szerettem a legjobban. Ugyanezért döntöttem a Warlock mellett is, amikor indítottam ezt a karaktert. Teljesen jónak tartom ezt a rendszert. Egyes gomb, kettes gomb, bár mondjuk az egyik dotot még majd lejjebb kell húznom, azt sajnos segérrel kell irányítgatni. Nincs kiosztva billentyűre. De egyelőre most még jó van ez így, még nincsenek olyan komoly ellenfelek, igazából nem kell nagyon megerőltetnem magamat. Így van, a távolban egy másik Warlock fejlődik. Békén is hagyjuk őket, hagyj szinte ezzel csak. Az aztán tud írni. Sziasztok! Pontos. Ja, Istenem. Nos, egy rövidke vágás után itt is vagyunk. A törpénél, és már meg is ugorjuk a kellő szintet, ami kell, de előtte elvesszük az itemeket. Az igen, 35. szint. Nagyszerű. 4 vagy 5 quest elég a Warriors of Darkness-en, hogy 10 szintet előre ugorhasson a karakter. Bár igazából... Ez inkább pont nekem jön most jól, mert nagy meleg miatt nincs is kedvem igazából kilódgatni. A Taurin Pass, imádom azt a szervert, rosszul ne essen róla. De egy kis kikapcsolódás, egy kis lightos móka. Az mindig jól jön ezen a szerveren. Egy vágó kép után itt is vagyunk. Ugyebár Hinterlands másik felére kellett természetesen eljutnunk, a repontot felvesszük, és lehagyjuk a questet, és veszünk fel újakat. Az a troll gyilkolós quest az egész jó. Hát ezeket már valószínűleg nem nagyon veszem föl, mert már így is zöldek. Bár rendkívül jó az XP szorzó, tehát egész magasan adja a pontokat. És a szinteket is, de inkább majd tartogatom magamat a 40-es régióra. Ezekből a fránya farkasokból annyi van, mint a szemét. Mindenük farkasok, szinte el sem tudok úgy menni közülük. Tessék, itt van a kompanion, be is húzta. Kellett nekem emlegetnem az előbb, hogy ezt a vovos hátrányt, bár szerintem Hunter esetében sokkal rosszabb. Ez hihetetlen, hogy milyen régen van a Warcraft. És tehát még a mai napig nem javították ki ezt a hibát benne, hogy néha így szeret így önállósodni így a kompanion. Hogy ugyanabba a vonalba közlekedne, mint az SV-toros kompanionok, és nem lenne baj. Egy kibaszott mobot se húzna be. De igazából egy kólicál, mint gólyafos a levegőbe, bazd meg, ilyen keresztbe, hosszába, elmegyek ide, elmegyek oda, előbb-utóbb csak beránt valami köcsögöt.
De hát se baj. A krotokat azért már csak rossz szokásképp összeszedem, ugyanis mondjuk Taurin mindig ezekből csináltam valamennyi pénzt. Betettem viszonylag korrekt elfogadható áron az aukciós házba, és mindig hozott vissza némi lovettát. Tokmon jó csapdossa a trollokat, úgy üti őket, ahogy kell. Verik, mint a répát. Egy csata jelenetet láthatunk. Ugye, ami a törpök és a trollok között történik. Ez így több ilyen jelenetet, több ilyen részt tehetett volna be a Blizzard. Ahol itt, még hogyha csak így NPC-ként is nézzük, hogy a hordások az alliansosok ellen küzdenek. Alliansosok, az allianz ellen küzd. Így legalább rendesen érzékeltetik a horda és az alli nagyobb harcát. Nem csak így a PvP Battlegroundokon dől el az egész, hogy mondjuk ilyen 5 allis, 5 hordás ellen, és abból van mondjuk egy full pro játékos, aki szétbasz mindenkit. Szétabárolja a népet. Hát ez igazából nem nagyon jön le, igazság szerint. De így, hogy itt rengeteg NPC-t betettek, hogy megy a csata, ez fasza. Mondjuk ez is egy nagyon jó pozitívum az SV-tor játék mellett. Tehát, hogy ott ugrálunk és utazgatunk a bolygók között, azért látjuk, hogy ezért keményen megvannak így a dolgok. Tehát a Sith birodalom keményen küzd így a köztársaság ellen. Minden itt barikádok, szétbombázott bolygók, hadiárkok, lövészárkok, csatadroidok. A WoW-ba csak így egy-kettő ilyen így elvétve láthatunk ilyesmit. Bár mondjuk az újabb kiegekbe már például Legionnél a egész jó adják a dolgokat. Egy kis boss. Szétütjük. És szerintem mehetek is leadni a questet. Amit végre lesz valami normális munkahelyem, az biztos, hogy a Legion-t megújítom, meg befektetek egy kis gépfejlesztésbe. Mert a jó gép mindig jó jön. Így nyár alkalmával majd meglepem a számítógépemet egy toronyhűtővel. Így... Még 2 éve rakattam össze ezt a gépet annó, de nem volt jó ötlet a gyári hűtőrendszer AMD cuccok mellé. Nagyon, nagyon melegednek, iszonyatosan melegszik ez a cucc. Tehát így nyáron óvatosan kell vele bánni, az biztos. Többször le kell kapcsolnom, mert nem leáll, csak már így érzem, hogy tűzforr, hogy ontja ki fele magából a meleget, nem tesz jót neki. Az a kibaszott hűsése, az biztos. 2 quest minusz. Egy csuklószorító. Fasza. Szerintem nem sokára meg is lesz a 40. szint. Solomons. Gondolom az Insta, igen, 38 végén vagyunk. És kipróbálok most egy új kompanyont, egy Felhuntert. Elméletileg, nem is régebben ez úgy volt, úgy működött, hogy az Affliction talentet erősítette. Tehát aki Afflictionre talentolt, annak szinte kötelező volt ezt a mountot, kompanyont használni, hogyha jó erős dotokat akart lerakni az ellenfelére.
Most meglátjuk, hogy mit teljesít. Hát ez egy jó nagy kalapszar. A szó legszebb, legfinomabb, legprecízebb, legnőjesebb értelmében. A Void Walker jobban teljesített. Ezt nem hiszem, mert minden szart beránt ez a köcsög. Hát így ránk őszül, ránk megőszülök, bazma, ránk őszül, nem tudok beszélni se. Így rám esteledik ezzel a lényel, az biztos. Szerintem hamarosan le is cserélem a francba. Elméletileg a tó közepén van egy kis sziget. A kis szigeten egy robot csirke, akinek most leadunk egy questet, de szerintem az ő questjét nem veszem fel. Hisz lehet, hogy meg is ugrom a 40. szintet. Elképzelhető. Hát nem kell sok. 2 rublika, az kb. 4 mov. Pár vargot levágunk. És szerintem le is serélem ezt a fostalicskát egy normálisra. Jó öreg Void Walker, Tokmon barátunk. Ő legalább jó teljesít Orbán Viktorral ellentétben. És még mindig nem dobott semmi normális chestet, de még a questek sem. Csak az lett, amit a játék elején mondtam. Ejjjjjjj. Bízzuk benne, hogy a 40-es és 50-es szint már jó gírt hoz nekem. De ezek majd természetesen egy későbbi alkalommal lesznek lejátszva. Ez az. Felfedeztem egy új területet, és meg is léptem a kellő szintet. Na srácok, ez volt a Green Light. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett valamilyen szinten. Szevasztok!